tegye föl a kezét, aki itt volt a mozdulj mamán. Mert sokan voltatok. Gyerekek, ez a gyorsúszás. Köröz hátra. Helyes hapsikat nézi. Valamikor olyan két éve, ez másfél éve, interneten írtam neki, tehát írtam egy levelet, és megkérdeztem, hogy elnézést, 73-on túl el lehetne jönni, kicsit sportolgatni, nagyon régen csináltam, jó lenne. És közölte, hogy semmi gond. 78 éves vagyok, és én úgy érzem, hogy még szükség van rám, ha eddig ennyi kort megértem, és ezért én, ha ilyent hallok, akkor én szívesen csatlakozom. Ez egy nagyon ideális dolog, hogy kint a szabadban tornázhatunk, és közösségben. Sarolta nagyon sokat segít ebbe, mert az itt például az itt elhangzó tréfák vagy tréfás bemondásai arra serkentik az embereket, hogy kíváncsiak vagyunk már ő rá is. És nem csak a elmúlt nagyságára, hanem a jelenlegi tevékenységére is. Hogyha meghallgatja vidéken a nyugdíjas klubban 50 vagy 60 ember, amit mondok, annak csak a 10%-a elkezd kicsit többet mozogni, és kicsit kevesebbet enni, vagy megválasztja, hogy mit teszik, akkor az már nagy eredmény. Új tagunk van, nézd ide! Nem voltam ügyes, még talán az átlagnál is picit ügyetlenebb voltam, de ami a legfontosabb, hogy kicsi dagat voltam, kis gomboc. Kis gomboc nem kell futáshoz, nem jó voltam. Táncos mozgásokban nem vettek be a labdajáték csapatokba, magasugrását, átgurultam a léc alatt. De a kézilabdába betettek a kapuba, felét elfoglaltam, másik felén bement a labda, jártam vívni, jött Eleki Lonka néni, nagyon tetszett, hogy törrel megyek a villamoson. 3 hét után mondta, hogy nézzek valami más sport után, mert nem jó. De nem lettem kudarcos, akkor elmentem édesanyám után, ő régen teniszezett teniszezni. Mikor jött a backhand, akkor onnan is elküldtek. És még mindig nem törtem össze, de azért az idő múlt szép lassan. És gimnazista voltam már, amikor egy tanár úr jött tájfutásról. Mikor mondta, hogy a Jóskába, tehát a József Attilában tanít, és ott vannak a tájfutó edzések, akkor igaz, nem igaz, így történt, hogy mind a 23-an elmentünk az következő szerdai edzésre. Akkor következő második edzésre 3-an maradtunk. Mi 3-an aztán meg is maradtunk tájfutónak. Talán a legnagyobb motivációm az az volt, hogy menekülni otthonról. Nincs két egyforma verseny a tájfutásban, mert mindig máshol, mindig más a pálya. Talán még bonyolultabb dolog ebben, hogy azt is meg kellett tanulni, hogy viszonylag a sok edzés után elég jól futottam. Nagyon sok munkám volt benne, de egy pályán csak maximálisan, optimálisan, maximális sebességgel csak úgy szabad futnom, hogy még tiszta legyen a fejem és jól térképezzek. Ez egy kicsit ilyen komplexebb tudomány szerintem, ami most is vonatkoztatható arra, hogy de már nagyon nem állok jól a dologgal, hogy például egy ilyen idős öregasszony, mint én, aki nyaldosom alulról a 70-et, hogy mi az, amit elvállalhatok, és mi az, amit nem, mert már nem tudom. Azokkal a fiúkkal edzettem nagyon sokat terepen, 10-es, 20-as, 30-as futottunk, akik mentek a maratonra ősszel. És ráadásul ez 72-ben volt a világbajnokság után, nyilván egy kicsit ilyen pár milliméterrel a föld felett jártam egész nap a boldogságom, hogy végre megnyertem a VV-t a skandinávok előtt, és jöttek a fiúk, hogy mennek a Csepel maratonra, na mondom, én is megyek. Oda mentem, mondták, ezen nő nem indulhat, nem kapok rajtszámot. De az a valamelyik srác mondta, hogy nem jött el a Pisti, és odaadja a rajtszámat, úgyhogy kaptam rajtszámat, és beálltam. És hát elindultunk, és akkor ez úgy ment, hogy Csepelről ki a Csepel művek elől ott volt a rajt, ki a tököli reptérig, és vissza, és kifelé minden versenybíró ordibált, hogy kizárnak, meg azt is kizárják, azt a fiút is, aki velem fut, meg. És mikor visszafelé jött már, és látták, hogy ez nem olyan rossz idővel jövök, meg nem négy kézláb kuszok mászok, meg nem egész hátul jövök, hanem jövök egész tűrhető idővel, akkor elkezdtek biztatni. Úgyhogy a végén tényleg szerintem az utolsó 1 kilométeren azzal a biztatással tudtam úgy bejönni, hogy 3 órán belül futottam, és akkor, mint kiderült, az Európában még egyetlen hülye nő volt, aki 3 órán belül futott maratont. Ha én nem lettem volna beteg, én még mindig futó lennék, és a 70 éves boszorkányok kategóriában, ha nem is maraton, de félmaraton biztos futnék, talán még jól is, és nem lenne gyerekem, nem lenne családom. És
Azzal, hogy beteg lettem, és nem én döntöttem el a váltást, úgy kicsit haragudtam a Jóistenre, de aztán nagyon lassan, majdnem 10 év kellett hozzá, hogy úgy megbékéljek, hogy milyen jó, hogy itt beszélgetünk, és nem a kukacokkal harcolok a farkas rétében, mert ez nem volt messze a dolog ettől. És a Jóisten segített, de 10 év kellett ahhoz, hogy alázatos legyek, hogy miért pont én lettem beteg, miért pont a lábam lett sánta. Én azt hittem, hogy nekem jó lesz a lábam, és akkor kiderült, hogy egy jó darabig, hogy meg sem mozdul a lábam. Hát itt fél év után ugyanúgy még mindig bottal jártam, már nem járókerettel, de bottal. Nagyon sokáig én úgy harcoltam, hogy én még fogok versenyezni, míg nem másfél év múlva, azért az nagyon nagy idő, rá kellett jönnöm, hogy ez nem fog menni, nem úgy néz ki, és akkor mentem el a Pécsre, a Bodosi doktor úrhoz. De mondta, hogy hagyjak fel abban, hogy élsportoló leszek, ez a láb nem lesz élsportoló, örüljek neki, hogy nem béna és nem kerekesszékkel járok. Hát nem örültem, de akkor ennek még. Szóval ez került körülbelül 10 évenbe, hogy azért milyen jó, alázatosan milyen jó, hogy itt vagyok. Kell valami új célt, feladatot keresni. És akkor egy véletlen volt tulajdonképpen, hogy összetalálkoztam akkor a Péterrel, aki akkor ennek az intézetnek, ahol még most is dolgozom az Országos Egészségfejlesztő Intézetben, akkor a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, ez volt a neve, és azt mondja, figyelj ide, ismertem régről, azt mondja, most nem egy embert fogsz edzeni magadat, hanem itt a 10 millió, tessék, foglalkozz velük. Egész más az, amikor van egy 50 fős, 80 fős klubod, vagy van egy 5000-es félmaratoni mezőny, akinek írsz edzéstervet, akit mind az 5000-et megbíztatod, amikor ott átfut a felüljáron. És nagyon sokszor itt állok a felüljáron, a félmaratonon, meg a maratonon, és a félmezőny kiszól, puszit kapok, oda jönnek, kapok taknyos, nyálas, igazi puszikat is. Mondta a férjem, hogy hát most már tudom, te szeretett fürdőbe jársz, és tényleg ilyen, ez egy jó szó tulajdonképp, hogy annyi kis pozitív jelzést kapok vissza, amit kap az ember élsportolóként is, de más. Hetente háromszor, amikor egy körülbelül 5 kilométeren, én ma úgy hívom, hogy nem gyaloglok, nem futok, hanem haladok. Szóval, amikor haladok és egyedül vagyok, akkor szoktam gondolkozni. Most azon forog állandóan az agyam, hogy abszolút normális, ha valamelyik hónap elsőjén azt mondja a fenököm, hogy hát nagyon öreg maga, kérem, nyugdíjazom, és akkor én nagyon szomorú leszek, de tudomásul kell vennem, és ezen forog az agyam, hogy akkor mi a fenét, és hogy fogom csinálni. Remélem, hogy ha most előbb-utóbb elküldenek nyugdíjba, akkor azért megtalálom ezen a téren is, hogy mit csináljak.